Köszöntöm a Körzeti Televízió minden kedves nézőjét. Porubszki Petra vagyok, a mai adás műsorvezetője. Adásunk elején az elmúlt hét legfontosabb eseményeit tekintjük át. Híreink következnek. Az autonómia melletti tüntetésre hívja fel a székelységet és egész erdélyi magyar közösségét Marosvásárhelyre, március 10-ére a Székely Nemzeti Tanács. Tőkés László, európai parlamenti képviselő azt javasolta, hogy 2013 az autonómia éve legyen a magyar nemzeti közösség számára. Szlovákiában január 15-én kezdődnek az iskolai beiratkozások. A felvidéki magyar szervezetek nagy kampányt kezdtek azért, hogy a magyar szülők anyanyelvi iskolába írassák gyermekeiket. Közben a szlovák rendőrség újabb pénzbírsággal sújtott három olyan felvidéki magyart, akik nyíltan vállalták magyar állampolgárságukat, és nem szolgáltatták be szlovák okmányaikat, miután a hatóságok megfosztották őket szlovák állampolgárságuktól. A szlovák lépést elítélte Semjén Zsolt, nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök helyettes. A Magyar Kultúra Napja alkalmából Dorogon rendezték meg a József Attila Művelődési Házban dr. Kovács József Király Zsiga díjas népi fafaragó iparművész kiállítását, valamint a Rauscher díj átadását és az azt követő ünnepséget. A kiállítást Kovács Lajos helytörténész nyitotta meg. Használati tárgyai sem merevenedhetnek múzeumi látványossággá, ha a textil, a cserép, a porcelán az üveg mellé rendelve, fűszer vagy törülköző tartó, tükörkeret, sózó, újrahasználatba vett csigasodró lesz belőlük. Itt látható asztali fűszertartója a fa és csont házasságában kiemeli a funkciót az anyagszerűség hangsúlyozásával, miközben nem csak a kontrasztra, de az összesimuló harmóniára is rácsodálkozunk. Bútorai, ezt már életünk kiállításán is megfigyelhettük, kényelmünk és szépre vágyó ízlésünk mindennapi részeivé simulnak. Ezután került sor a Rauscher díj átadására, amelyet idén dr. Kovács József népi iparművész vehetett át. A művészt Jászberényi Károly tanár méltatta. 1939-ben került először kapcsolatba Doroggal, majd néhány éves kitérővel az Alföldön dolgozott cserépként. 1947-től tért vissza Dorogra és környékére. Jogi képzettséget szerzett. Volt tanácselnök, majd nyugdíjazásáért jogtanácsosként dolgozott. A kézművességgel, a faragással viszonylag későn került kapcsolatba, egy dorogi kiállításán ismerte meg Csékis Ernő népi iparművész, akinek művésztáboraiban tanulta a faragás művészetét. Itt alakult ki a magyar kultúra iránti elkötelezettsége. Kezdetben ösztönösen, majd tudatosan készült népi tárgyalkotásra. Nyugdíjba vonulása óta a faragás szinte minden ágával foglalkozott. Készít népi bútorokat, használati tárgyakat, domborműveket, körplasztikát. Anyaga a fa, szaru, csont, fém, bőr, technikái a faragás, karcolás, unöntés, fém, csontbelakás. Szakmai berkekeben is a legmagasabb szinten elismert művész. Ezt követően dr. Kovács József megköszönte a díjat, majd felidézte édesapja intelmeit. Apám akkor azt mondta, hogy nem, fiam, neked más feladataid vannak. Apámnak ez a gondolata
mint soha el nem haló belső hang vezérelt a munkám során, hogy meg kell felelni az atyai intelemnek. Apám egyszerű bányász ember volt, iparos, amolyan ezermester, mindenhez értett, de kevés tárgyi emlékét hagyott maga után. Ünnepi köszöntőjében dr. Tittmann János Dorogváros polgármestere a kultúra társadalmat alakító szerepéről szólt. A kultúra társadalmi tevékenységünk legmagasabb rendű gyűjtő fogalma. Mindennek a kultúra ernyője alá kell férnie. Valamikor ez sikerül, valamikor ez nem. Ismerjük már a gazdaság, a helyi társadalom, a közösségi élet, a tudomány, a hit, a sport, a művészet kultúrált és kultúrálatlan megjelenési formáit egyaránt. Mindent fel lehet emelni a kultúra eszközeivel, és mindent alávalóvá lehet sülyeszteni a kultúrálatlanság szennyével. Az ünnepséget Lencsés Lajos, világhírű oboaművész és az Új Magyar Kamara Zenekar ünnepi koncertje zárta. Elhunyt dr. Halmai Ottó, szemész, főorvos. A neves szemész professzor 89 éves korában, otthonában hunyt el. Dr. Halmai Ottó Békés Csabán született, ott kezdte pályafutását, majd Szombathelyen és Esztergomban gyógyította a betegeket. 27 évig az esztergomi szemészeti osztályt vezette, innen ment nyugdíjba, de a gyógyítást ezután is folytatta, majd 80 éves koráig praktizált. Ökumenikus imahétre készül Esztergom is. Az ökumenikus imahetet 1908 óta tartják meg, akkor az Egyesült Államok beli Greymoorban az anglikán és a katolikus közösségek együttes programokat szerveztek. Az imahét idején a különböző felekezetű gyülekezetek ökumenikus közösségben tartanak istentiszteleteket, imádkoznak a Krisztusban hívők egységéért. Az idei eseménysorozat alapgondolata, amit kíván tőlünk az Isten, Mikeás próféta könyvéből való. Esztergomban a január 20-27-e közötti minden helyszínen 18 órától tartó közös imádkozások a bazilikában kezdődnek és a kertvárosi templomban fejeződnek be. Mint ismert, január 1-től 10%-kal csökkent a lakossági gáz, villamos energia, illetve távhőára Magyarországon. Az intézkedés hozzávetőlegesen 3,8 millió családi otthont érint, mégpedig egyenlő arányban. A 10%-os csökkentés gyakorlati folyamatát a Fidesz frakció által létrehozott rezsimunkacsoport felügyeli. Németh Szilárd, a rezsikommandó vezetője szerint a kormány célja, hogy január 1-től minden magyar háztartás végszámlájában érvényesüljön a 10%-os rezsicsökkentés. A politikus szerint azokban az esetekben, ahol ez nem valósul meg, ott az utólagos jóváírás érvényesítésére törekszenek majd. A tájékoztató oldal a 2013 a rezsicsökkentés éve címet viseli. Egy 93 éves esztergomi asszonytól akart személyes adatokat megtudni egy ismeretlen férfi, aki 2013. január 16-án rendőrnek kiadva magát, telefonon kereste meg az idősnőt.
Az ismeretlen férfi azt állította, hogy rendőr. Azután érdeklődött, hogy az idős asszony hány éves, valamint hogy egyedül éle. A nő elhitte, hogy rendőrrel beszél, így minden kérdésére válaszolt. Az árrendőr azt mondta, hogy meg fogják látogatni, de időpontot nem mondott. A történetet a néni elmesélte lányának, aki azonnal értesítette a rendőrséget, mert tudta, édesanyjánál rossz emberek próbálkoztak. A rendőrfőkapitányság felhívja a lakosság figyelmét, hogy a rendőrök minden esetben rendfokozatukkal együtt mutatkoznak be. Telefonon keresztül soha nem keresik meg az állampolgárokat, és nem kérnek ilyen módon személyes adatokat, egyéb információkat. Amennyiben bárki ilyen indokkal keresi meg önöket, személyes körülményeikről, adataikról ne nyilatkozzanak, se telefonban, se személyesen, ha a kérdező fél nem tudja jogosultságát igazolni az adatkéréssel kapcsolatban, valamint ilyen személyeket ne is engedjenek be a lakásukba. Abban az esetben, ha ismeretlenek személyesen jelennek meg otthonukban rendőrnek kiadva magukat, fontos tudni az alábbiakat. A valódi rendőrök akár civil ruhában, akár egyenruhában intézkednek, igazolvánnyal, jelvénnyel és jelvényszámmal igazolják magukat, melyet a 107-es vagy a 112-es segélyhívók valamelyikén vissza tudnak ellenőrizni. Figyelmeztet a Komárom-Esztergom megyei rendőrfőkapitányság. A Gerecse Naturpark megalapításáról írt alá együttműködési megállapodást 29 település és 17 különböző szervezet a tervezett Naturpark földrajzi középpontjának számító Komárom-Esztergom megyei Péliföldszentkereszten. Tájékoztatta a szervezet képviseletét ellátó által érszövetség titkára a Magyar Távirati Irodát. Music László elmondta, a Naturpark létesítésével szeretnék elősegíteni, hogy a járásokon is átívelő, térségi szintű ökológiai szemléletű együttműködés jöjjön létre. A Gerecse Naturpark segíti a turizmus különböző formáit, a környezeti nevelés és oktatás eszközeivel hozzájárul a természeti és kulturális értékek, hagyományok megőrzéséhez. A Gerecse Naturpark területe Komárom-Esztergom megye mintegy felét érinti, Tata vonalától keletre 76.611 hektáron, mintegy 162.000 fős lakossággal. A Naturparkon belül közel 9.000 hektár országos védettségű terület található, illetve Natura 2000-es védelem alatt áll közel 40.000 hektár, tudtuk meg az MTI-től. Az egyetem vezetésének döntése értelmében a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Vitéz János Kara a 2013. évi felvételi eljárásban meghirdeti az óvodapedagógus alapszakot nappali tagozaton, állami ösztöndíjas és önköltséges formában. Olvasható az intézmény weboldalán. Az esztergomi járőröknek köszönhetően a Máltai Szeretetszolgálat melegedőjében talált magának biztonságos helyet egy 41 éves hajléktalan. A férfit szerdán igazoltatták a rendőrök, amikor táton az úton bolyongott. A bajba jutott személy stoppal kívánt utazni, de maga sem tudta hova. Elmondása szerint Komáromból indult el munkát keresni még január 15-én. Tátig jutott, addigra azonban teljesen átfázott, mert nagyon hideg volt az éjszaka. Az egyenruhások nem hagyták magára, hívták az utcai segítők szociális egyesületét, akik az útviszonyok és a folyamatos segítségnyújtás miatt nem tudtak azonnal útnak indulni Tátra, ezért a kihűléstől fenyegetett férfit a rendőrök maguk szállították a Máltai Szeretetszolgálat esztergomi melegedőjébe. Parád és fogásra lehetnek büszkék a szlovákiai rendőrök. Egy lefülelt nemzetközi drogbandától ugyanis nagy mennyiségű amfetamint és kábítószer alapanyagot zsákmányoltak. A párkányi rajtaütést, amely egy nemzetközi akció részét képezte, szlovákiai rendőrök bevonásával hajtották végre. Az akció felettébb sikeres volt. Letartóztattak 5 gyanús szemét, valamint több kiló amfetamint és több tízezer tabletta drogszármazékot. Mint kiderült, ezt nem a hazai piacra szánták a drogüzérek. A bűnbanda szlovákiai szárnya a kábítószereket svédországi és további észak-európai államok drogterjesztőihez juttatta el. A rendőrök Párkányban tetten érték a banda futárát, akinél 54.600 darab tiltott anyagot tartalmazó tabletta volt. Olvastuk Párkány hírei között. Az esztergomi sugárgalériában nyílt meg Sidó Emese művésztanár kiállítása. A megjelenteket Kocz István, a Babits Mihály Általános Iskola igazgatója köszöntötte. Kedves vendégeink, hölgyeim és uraim, kedves diákok, nagyon-nagyon sok szeretettel és tisztelettel köszöntöm Önöket iskolán galériájában, ahol most Sidó Emese művésztanárnő képeinek adtunk otthont. Nagyon nagy szeretettel köszöntöm mindannyiunk nevében a művésznőt, és kérem engedje meg, hogy a szálvilágon köszöntsem mindannyiunk nevében.
és nagyon szépen köszönöm, hogy itt van. Tisztelettel köszöntöm dr. Pocsis Ernő művész urat, aki majd a kiállításunkat megnyitja, és van szerencsém, és nagy örömmel teszem meg, hogy bejelentem, hogy a kiállítás megkezdése előtt a Verselő Igricek Együttes ad egy kis verses, énekes, irodalmi műsort nekünk. Kérem szépen, hallgassák figyelemmel az együttest. A tárlatot dr. Kocsis Ernő egyetemi tanár, festőművész nyitotta meg. Tisztelt hölgyeim, uraim, kedves gyerekek! Először is megköszönném Sidó Emese édesapjának, aki a zenekart vezette, és ezzel kapcsolatban azt mondanám, egy régi közmondást idézni, nem esik messze alma a fától. Tehát itt a művészi érzék megvan a családba, édesapja bizonyított a zenével, Emese most képeivel fogja bizonyítani. Mit mondjak egy csinos fiatal művésznőről? Nyitrai Egyetemnek a tanárképző pedagógiai karán képzőművészetet és művészettörténelmet, vagyis történelmet végzett. Ezzel ugye tanárnő lett belőle. De az a művészi érzék kora gyermekkorától megvan benne, és a rajzkészség, ami egy őstehetség, amit nem lehet csak úgy begyakorolni, megjelenik a munkáiba. A Verselő Igricek című zenés, énekes, verses, irodalmi műsorban közreműködött a kiállító művésznő édesapja, aki egy érdekes búcsi eseményt mesélt el. Búcsközség valamikor a történelmi Esztergom bármegyéhez tartozott. És hagyd mondjam el azt a rövidke kis történetet, hogy azt képzeljék el, amikor úgy 80 évvel a trianoni döntés után, amikor levették a Fagu névtábláját, az egy öntött vas névtábla volt. És fölkerült, vagy azért, mert fölvitték a akkori szolgák a bíró házához, hogy megmentse a bíró, vagy leszerelték, és oda vitte a hatóság, hogy már nincs többet szükség magyar nyelvű névtáblára. A bíró meghalt, a házát lebontották, oda egy másik, ahogy teltek múltak az évek, egy másik család költözött. És egy valami maradt csak meg azon a telken, a kút. A kút az mindig maradt. Összes több épületet elbontották, és a kút az maradt. És a kút mellett volt úgy 80 évig egy darab vas, amire rá volt térve az öntöző, illetve a vizes kanna. Aztán azért mondom ezt a 80 évet, mert ezt senki nem tudja, de a trianoni döntés után körülbelül 80 évvel én átmentem ahhoz az illetőhöz, arra a telekre, ahol annak idején a bíró lakott, és ráfigyeltem erre a különös alakú vas darabra, mert nem egy téglalap alakról van szó, ránéztem, hogy én mi ez, megfordítottam, és az a Fagu névtáblája, ami a következő szöveg olvasható. Esztergom vármegye, Búcs község, Párkányi járás, balra tarts, jobbra térj ki. Ezután az együttes egy kárpátaljai szerző dalát adta elő. Magyarok, jó, ha tudjátok, a haza nem eladó. Ezüst pénzre nem váltható, mert a haza lelked része, határait beléd véste, ezer éve a hit. Mert a haza nem eladó, ezüst pénzre sem váltható, mert a haza lelked része, határait beléd véste, ezer éve a hit. A Párkányi Csemadok hangulatzenekarának a 60-as, 70-es éveket idéző műsorára került sor január 18-án az Esztergomi Művelődési Házban. Az ajtón állt egy ismerős hang csendül, látod arcom, szólítod nevem.
szentek lettünk, de közös álmunk megmaradt nekem. Azok a szép napok, csak arra gondolok, a tátott évek véget sose vég. Az élet oly nehéz, de győzni kell is néz, az volt csak szép, ó igen, az volt szép. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Vitéz János karának dísztermében Kodály Zoltán születésének 130. évfordulója tiszteletére rendeztek hangversenyt. A műsorban felcsendültek a mester leghíresebb egyházi és világi kórus művei. Közreműködtek az Árpádházi Szent Erzsébet női kar, a Ferences Gimnázium férfi kara, a Stilla Pectus női kar, az Ars Musica kórus Esztergomból, illetve a Vox Humana vegyes kar Bácról. Nagy szeretettel köszöntöm kedves vendégeinket Kodály Zoltán születésének 130. évfordulója tiszteletére rendezett kórus hangversenyünkön. Engedjék meg, hogy bemutatkozzam, Müller László vagyok. Külön tisztelettel köszöntöm Szőnyi Erzsébet tanárnőt, Kossuth Díjas zeneszerzőt, a Zeneakadémia nyugalmazott professzorasszonyát, a Nemzetközi Kodály Társaság örökös tiszteletbeli elnökét. Köszöntöm körünkben Birinyi József urat, a Kóta társelnökét. Köszöntöm Somogyvári Ákos karnagy urat, a Kóta választmányi elnökét, és ezennel megkérem, ossza meg velünk köszöntő szavait. Köszönöm szépen, tisztelt hölgyeim és uraim! Megköszönve azt a kedves meghívást, ami többünket ért az elmúlt, a közelmúltban, amikor is a magyar kórusok, zenekarok és népzenei együttesek egy tisztújító közgyűlést tartott szeptemberben, és nem sokkal ezután léptünk mi bele ebbe a
következő feladatkörbe, úgy Birinyi tanár úr, mint jó magam. És köszönjük szépen azt a meghívást, hogy itt lehetünk, itt ünnepelhetjük önökkel együtt Kodály Zoltán születésének 130. évfordulójának előestjén ezt a ünnepet. Szeretettel köszönteném, talán ezzel kellett volna kezdeni én is Szőnyi tanárnőt nagy szeretettel, valamint valamennyi kedves Esztergom környéki zeneszerető hallgatót, és én szeretném nevesíteni is a Kóta, a Magyar Kórusok, Zenekarok és Népzenei Együttesek Szövetsége nevében azokat az együtteseket, amit nyilván a kollega úr el fog mondani, Árpádházi Szent Erzsébet Gyermekkart, Ferences Gimnázium férfi karát, akik ma itt föl fognak lépni, a Stilla Pectus női kart Párkányból, az Ars Musica kórus Esztergomból, illetve a vendégként szereplő Vox Humana kórust Vácból, illetve a kedves karnagy kollégáimat, Pap Katalin Pálmai Árpádot, Vereszkei Attila és Sándor Bence karnagy urakat. Utóbbi kedves kollégám, fiatal kollégámat úgyis olyan minőségében is, mint aki most került be a Kóta választmányi társasága közé. Még egy tisztem van, szeretném tisztelettel átadni dr. Mincenti Zsuzsána elnökasszonynak a jókívánságait, a személyes jókívánságait. Egészen a tegnapi napig úgy volt, hogy együtt fogunk ide eljönni és meghallgatni benneteket, önöket. Az a helyzet, hogy a 130. évfordulóval kapcsolatosan nagyon sok párhuzamos rendezvény zajlik, és tegnap derült ki, hogy az illendőség úgy kívánja, hogy a Magyar Kodály Társaságnak egy lemez bemutató hangversenyén vegyen részt az elnökasszony, és tegnap kért meg engem, hogy akkor hát ezt a néhány szót mondjam el a mai este folyamán önöknek. Nem nagyon szeretném szaporítani a szót, én is álltam számtalanszor így izguló módon a színpadon, és tudom, hogy a gyerekek azt várják, hogy minél előbb elkezdhessék, úgyhogy én nem szaporítanám tovább a szót, mindössze átadnám a legautentikusabb idézet számára a magyar nyelvet, mert hogy arról lesz szó. Azt sokan tudják ugye, hogy Kodály Zoltán nemzetközi hírű zeneszerző volt, nemzetközi hírű zenepedagógus. Mondhatnám, hogy volt, de mai napig az, hiszen közvetve vagy közvetlenül mindannyian tőle tanulhattunk, vagy közvetve általa lehettünk többek a magyar népzenéről. Azt talán egy kicsit kevesebben tudják, azt tudják sokan, hogy népzenével is foglalkozott, de hogy filológusként, nyelvészként is párhuzamosan végezte a Zeneakadémiával ezt a szakot, és nagyon sokat gondolt, és sokat tett a nyelvért. És igazán nem szeretném elvenni suta szavakkal azt a gondolatkört, amit ő mondott, és ezt szeretném önöknek, mint egy idézetül, mint egy fáklyául felolvasni. Egyetlen nyelv van itt, amelynek kiejtését nem gondozza senki. A magyar. Vagy azt hiszik, úgy is tudja mindenki, vagy azt, hogy mindegy. Akár jól, akár rosszul ejtjük, csak megértjük egymást. A gondozás hiánya meg is látszik. Aki nyitott füllel jár a magyar életben, tudja, mennyire megromlott a magyar kiejtés az utóbbi 2 évtized alatt. A kiejtés romlása csak kísérő tünete az általános nyelvromlásnak. Ez ellen már sokan emeltek szót. Az írott nyelv védelmében nagy sikerrel hadakozik pár éve a nyelvművelő mozgalom, melyet igen tisztelt hallgatóink is jól ismernek. Van azonban a nyelvnek betűvel le nem írható, csak füllel hallható része. Kétségtelen, hogy a tökéletes magyarsággal megírt szöveget minden ízében magyartalanul is fel lehet olvasni. Semmi sem jellemző annyira egy nyelvre, mint sajátos hangzása. Olyan ez, mint a virág illata, a bor zamata, a zománc, az opál tüze. Megismerni róla a nyelvet már messziről, mikor a szót még nem is értjük. Minden nyelvnek megvan a maga hangszíne, tempója, ritmusa, dallama, egy szóval zenéje. A magyarét egyre többen fújják hamisan. Többé-kevésbé mindnyájan hibázunk a beszédben, mert több-kevesebb fogyatkozás mindnyájunk belső magyarságában akad. A magyarságot ma senkinek nem teszik készen a bölcsőjébe. Mindenkinek meg kell dolgozni érte. Intsük, tanítsuk egymást szeretettel, félretéve egyéni hiúságot, vélt jobban tudást, semmi egyebet nem tartva szem előtt, mint egy eljövendő nagy magyar kultúra ideáját.
ez pedig beszédkultúra nélkül nem képzelhető el. Mindez 1938-ban íratott a mester tollából, azóta kiszámolhatjuk, hogy hány évtized telt el, és mennyivel még sokkal aktuálisabbak ezek a gondolatok. Én azt szeretném remélni és kívánni önöknek és valamennyünknek, hogy a mai este ebben is legyen kivétel, és szebb és még szebben hangzó, magyarul hangzó kórusműveket halljunk Kodály Zoltántól, akinek most a születésének 130. évfordulóján előestjén vagyunk, és ami egyébként sok-sok éve, sok esztendeje a magyar kórusok napja is, tehát Kodály Zoltán születésnapja a magyar kórusok napja is, hogy ehhez kívánok nektek, önöknek jó szórakozást, és köszönöm, hogy meghallgattak. Hadd folytassam még pár köszöntő szóval. Végül, de nem utolsó sorban, külön köszöntjük Homor Lajos urat, a rendező Pázmány Péter Katolikus Egyetem Vitéz János karának dékán helyett. A mai ünnep, a mai ünnepi műsor helyszíne szimbolikus jelentőségű, hisz éveken keresztül ez a terem adott otthont a Nemzetközi Kodály Szemináriumnak, ahol számos ország karvezetői ismerkedtek meg a Kodály nevével fémjelzett magyar énekoktatási metódussal. A mai estén felhangzik a 130 éve született mester számos egynemű és vegyes kari alkotása. Elsőként az Árpádházi Szent Erzsébet gyermekkar adja elő a mester nagyszalontai köszöntő, karácsonyi pásztortánc és a Gergelyjárás című műveit. Vezényel Vereckei Attila. Fuvolán közreműködik Ispán Melinda, 13. D-osztályos tanuló. Bingo, bingo, zingo!
Második fellépünk az esztergomi temesvári Pálbárt Ferences Gimnázium énekegyüttese. Műsorukban felcsendül Kodály magyar miséje és a Szent Ferencről íródott Áldjuk a Földön Isten szegénykéjét kezdetű kórusműve, amelyben felismerhetjük a Horáci Carmen főmotívumát. Vezénnyel és orgonán közreműködik Pálmai Árpád. Ura mi
Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség a jó akaratú embereknek. Dicsőítünk téged, áldunk téged, imádunk téged, magasztalunk téged, hálát adunk néked, nagy dicsőségedért, Urunk és Istenünk, mennyei király, mindenható Atya Isten, Urunk Jézus Krisztus, egyszülött fiú, Urunk és Istenünk, Isten báránya, az Atyának fia, te elveszed a világ bűneit, irgalmaz nékünk. Te elveszed a világ bűneit, hallgass meg könyörgésünket. Te az Atya jobbján ülsz, irgalmaz nékünk, mert egyedül te vagy a Szent,
paradicsomban, akik végadoztók, végezetlen boldogságban, vagytok megújult állapotban, az Úrnak nevét élek szóban. Nót dicsérjétek igazságban, nót dicsérjétek igazságban. Megújult tavasszal, hangos éneklő madarak, szép új énekekkel, áldjátok nevét az Úrnak, kisféle méleki torkának, az rekedések nem árthatnak, nyújtsd dicséretet az nagy Úrnak, nyújtsd dicséretet az nagy Úrnak, dicséret, dicsőség, tisztesség és hála. A Stilla Pectus női kar rendszeres résztvevője a különféle nemzetközi kórus találkozóknak és versenyeknek. A kórus megalakulása óta rendszeres résztvevője a Kodály napoknak is. A központi rendezvény helyszíne Galánta, de a környező településeken is rendeznek különféle hangversenyeket. A Stilla Pectus előadását Galánta mellett Felső Szeliben élvezhette a közönség. A 15. Kodály napokon 13 kórus aranykoszorús, 6 ezüstkoszorús, 2 bronzkoszorús minősítést kapott. A zsűri több külön díjat osztott ki, a kortárs zeneszerző kórus művének legjobb előadásáért járó külön díjat a Stilla Pectus kórus kapta. Műsoruk Szokolai Sándor, Ima rontás ellen, Orbán György, Szelíd erdők, Kodály, Három gömöri népdal, és végül Mohai Miklós, Íme az Úrnak nagy neve. Vezénnyel Pap Katalin, zongorán kísér Viola Kristóf. Sajgó szájunkból származó szapora szóval, nehezünk evelünkből kiszakadt fenn szóval, kiáltunk hozzá, nehezenek országoló Istenem. Fordíts hozzám figyelmedet, békétlenséget nem szító, nehéz sorsát viselő kicsi néped csapásai, eléged meg immár. Őrző angyal, nézd meg, mert házunkat hány szajnék szakít, őrző nép angyallak, feleit senki le ne omlassa, senki le ne ronthassa, ezen kérésünket hallgat.
csak nyughassunk. Aki ez imád, ma vélünk mondja, egész világ magyarjai, minden bajtól óvolja.
esztergomi Ars Musica kórus 2003 óta működik, kiemelt célja a magyar kórusmuzsika ápolása, népszerűsítése. Rendszeres fellépői a város zenei rendezvényeinek, a Pilis Csabai egyház zenei találkozóknak, a Musicland utazási iroda által szervezett nemzetközi kórus találkozóknak. Több fellépésük volt már Szlovákiában, Németországban. Idén augusztusban Erdélyben koncerteztek, többek között a Csíksomlyói Kegytemplomban és a Bögözi Református Templomban. Műsoruk első részében felcsendül Kodály János köszöntője, majd a Balassa Bálint versére íródott Szép könyörgés, valamint a II. Világháború borzalmai alatt egy óvóhelyen írt könyörgés, vezényel Vereckei Attila. Thank you.
Kodály Zoltán méltán leghíresebb és egyben technikailag legnehezebb kórusműve, a Jézus és a kufára. A liturgikus szöveg hihetetlenül szuggesztív megjelenítése szinte Jeruzsálembe repít minket, átélve a templomi zsongást, majd az azt követő eseményeket. Az ostor pattogása, a galambárusok gyengéd, de határozott felszólítása, az írástudók összeesküvése bontakozik ki előttünk ebben a zseniális kórusműben. Következzék most Kodály, Jézus és a kufárok című műve. Elközelge húsvét,
és írás tudók. El akarják őt veszteni, el akarják őt veszteni, el akarják őt veszteni, mert félnek alatt ő a jó. Kereszt alatt találjuk a fájdalmas szűzanyát. Nincs nagyobb fájdalom a gyermek elvesztésénél. A számtalan szerzőt megihlető Stabat Mater Kodály megfogalmazásának érdekessége, hogy eredetileg fiú kórusra íródott az esztergomi ferences diákok számára. Most vegyeskari változatban hallhatjuk a művet. Thank you.
a Váci Vox Humana vegyeskar évtizedek óta a magyar kórus muzsika kiemelkedő szereplője, Kodály műveinek elkötelezett tolmácsolója. Ma esti műsoruk Sík Sándor Tedeuma, Fölszállott a páva, Ének Szent István királyhoz és a Norvég leányok című kórusmű. Vezényel Sándor Bence. Téged Isten dicsérlek, és hálát adok mindenért. Úgy megvolt mindig a mindennapim, és nem gyűjtettem a másnapra valót. És magamnak nem kellett kéregetni. Hála légem! Úgy értelem adatot másokat, nem kellett sírnom, hogy megértselek. És nem nevettem minden nevetőkkel. Oh,
Ich bin es, was, ich bin es, was, ich bin es, was.
Thank you.
Kedves közönségünk, köszönjük megtisztelő figyelmüket. Kérem, hallgassák meg az Esztergomi Arts Musica kórus és a Váci Vox Humana vegyeskar előadásában Kodály Zoltán adventi énekét, majd búcsúzásként az esti dal. Vezényel Sándor Bence és Verecskei Attila.
Kedves vendégeim, tisztelt hölgyeim és uraim! A Kodály Zoltán 130. születésnapjára rendezett emlékhangversenyünk véget ért. Köszönjük mindnyájuknak megtisztelő jelenlétüket, köszönjük a főiskola vezetésének, hogy társrendezőként részt vett és helyet biztosított hangversenyünk megtartásában. Kérjük, kísérjék továbbra is figyelemmel a fellépő kórusok munkáját. Nevükben is kívánok minden kedves vendégünknek áldott, boldog, békés karácsonyt. Viszontlátásra! Adásidőnk végén magam és munkatársaim nevében szép hetet kívánva elköszönök Önöktől. Viszontlátásra!